Jó estét kívánok, Önök a programpontot látják. Már is mondom, mire számíthatnak a következő napokban. Rudán Joe akusztik koncert lesz pénteken a Gárdonyi Parkban. Rudán Joe már középiskolás korában basszusgitározott, illetve énekelt amatőr zenekarokban. 1990-től a Pokolgép együttes énekese, énekelt a P-Mobilban, játszott az Attila című rockoperában, de szerepe van a minden nyáron megrendezett Rock Marathon Fesztivál szervezésében is. A Rudán Joe akusztik koncertje pénteken este 8-kor kezdődik, az est vendége az Ildi Rider akusztik lesz, akik 7-kor lépnek színpadra. Új produkcióval érkezett Miskolcra az Ötvös Cirkusz. Műsorukban idén először nyúlnak vissza a gyökerekhez, és mutatják be családjuk történetét. Szombaton este a Cirkuszok éjszakáján éjfélig várják a vendégeket, másnap pedig artista workshopot tartanak, ahol a gyerekek szakképzett tanárok segítségével nyerhetnek bepillantást az artista képzésbe. Az Ötvös Cirkusz vasárnapig tartózkodik a városban, a Tesco Extra mellett lehet velük találkozni. Vámos Miklós lesz a Tokaj Fesztivál katlan vendége pénteken este 6 órától. A József Attila díjas író, forgatókönyvíró, dramaturg, kiadóigazgató és műsorvezető elsősorban regényeket és novellákat ír, de sikeres filmek, színdarabok és hangjátékok is a nevéhez köthetőek. Vámos Miklós tokaji előadásának középpontjában 9. nagy regény áll majd. Szintén pénteken este új héber és jiddis nyelvű dallamok csendülnek majd fel a Sabbath Song Klezmer Band jóvoltából. Masa Tamáshoz és zenekarához két nagy sikerű muzsikus is csatlakozik. Beke Farkas Nándor a 100 tagú cigányzenekarból és a Virtuóz cimbalomművész Lisztes Jenő. Műsorukban a zsidó és roma zenét ötvözik, melyek között slágerek is felcsendülnek majd. A koncert pénteken este 8-kor kezdődik a tokaji Paulai Ede Színházban. Programpont holnap is lesz ugyanebben az időpontban. További szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsor támogatója Tommy Hilfiger, West End.